Ma éjfélkor jár le a Minority Safe Pack európai kisebbségügyi polgári kezdeményezést támogató aláírások gyűjtésére. Ahhoz, hogy a kezdeményezés érvényes legyen, egy millió támogató aláírásra volt szükség, illetve arra, hogy legalább hét tagállamban kigyűjön a lakosság arányosan megállapított minimális kvóta. Ma délutánig az összegyűlt aláírások száma meghaladta az 1,2 milliót, illetve Olaszország lett a 11. uniós tagállam, ahol kigyűlt a kvóta. A déleurópai állam révbeérése több szempontból is jelentős. Egyrészt az első és egyetlen az Európai Unió alapító tagállamai közül, ahol ez sikerült, másodszorban azért, mert közel 60 milliós lakosságával Olaszország a legnagyobb EU tagállam, amely az ezzel arányos magas kvótát teljesítette. Harmadsorban pedig azért, mert a példaértékű autonómiával rendelkező Dél-Tirolnak ezzel sikerült szolidaritásból is példát mutatnia. Korábban Románia, Magyarország, Szlovákia, Lettország, Spanyolország, Horvátország, Dánia, Bulgária, Litvánia és Szlovénia teljesítette a kvótát.